A Beregszászi I. és Gyula Nemzeti Színház szerényebb körülmények között működik utazó színházként, évente két előadást visznek színre. A Synergy Fesztiválon a Zoltán újra temetve című produkciót mutatták be, amely Zelei Miklós szövege alapján Vidnyánszky Attila rendezésében készült. A valós elemeken alapuló groteszk történet a II. Világháború végén játszódik a Szovjetunió nyugati határán, ahol egy kis falut a határmódosítás miatt ketté vág a szögesdrót a vasfüggöny. A határátlépés az mindig olyan nagyon nehéz. Én már magyar állampolgár vagyok, tehát, de azért a gyomrunk az mindig összeszorul, mikor a határon át kell menni. Az adott nagyon nagy erőt, nagyon nagy hajtóerőt tulajdonképpen, hogy ez egy nagyon fontos történet ott nekünk, amiről beszélhetünk. Nagyon sokáig nem volt szabad erről beszélni, és hogy ez egy áldásos dolog, hogy mi ezt színpadra vihettük. A Synergy végén az Újvidéki Színház igazgatója elmondta, elégedett az idei rendezvénnyel, és már is tervezik a jövő évi 3. fesztivál programját. Nagyon különböző műfajok, nagyon különböző színházi és világnézeteket sorol, akit föl ugye a fellépő együttesek. Mindegyik előadás nagyon, nagyon bátor előadásnak, és ami a legfontosabb, nagyon őszinte előadásnak tekintek. Vencel Valentin bejelentette azt is, hogy november 10-én megalakult a Kisebbségi Színházak Nemzetközi Szervezete, amely ezentúl a Synergy Fesztivál szervezője lesz.